Bronzminősítésben részesült a Dombóvári Rozsusabau Kft. Dávid Roland ügyvezető igazgató elmondta, a tanulók képzésével is foglalkoznak. A képzések nálunk könyves és festő tekintetében működik, mind a nappali, mind a felnőtt képzésben. Ugye itt a duális képzést szerepeltetjük, tehát nálunk az elméleti képzés és a gyakorlati képzés is megjelenik, az iskolákkal együttműködve. Jelenleg 24 fő vesz részt képzésekben. Dombóvári SC és a Váhi Péter Tamási szakképzőiskolától vannak nálunk a gyerekek. Másod és harmadévesek, vannak most harmadévesek, akik most ballagnak, illetve a másodikosok, akik mennek a harmadikai folyamba, illetve hát szeptembertől folytatjuk, ugye kapjuk a 9-eseket, akik most 10-esek lesznek. Még családi házak bővítésével, felújításával, valamint generálkivitelezéssel foglalkozik Dombóváron és 100 kilométeres körzetében. A céget azt én alapítottam alapjával 25 évvel ezelőtt, 2016-ban alapítottam egy Kft-t, ami direkt arra éleződött ki, hogy mi láttuk a szakma hiányokat, hogy a könyves és a festőt után tudjuk pótolni, hiszen nálunk sem volt akkora olyan létszám, és gondoltuk, hogy majd kineveljük magunknak a gyermekeket, illetve hát a szakembereket a későbbiekre vonatkozólag. Ezt mi családi vállalkozásként indítottuk el, tehát a feleségem is bent van a vállalkozásban, illetve több olyan társ van a cégben, akik a cég mindennapi életébe segítkeznek, mind papírilag, műszakilag, tehát mindenféle tekintetben. Az elmúlt évek eredményeként stabil munkaerőállományt alakítottak ki, megerősítve ezzel a további megbízott munkafolyamatok maximális lebonyolítását.